Szóval, mindkét játékos Hollandiában született, viszont a képen látható Jos van Dongen már az Egyesült Államok zászlaja alatt játszik, 12. a WDF ranglistán, de ez a 12. helyezés még a tavalyi esztendőből való, amikor ott lehetett egyáltalán a ranglistán, mert a Pro Tour kártyája miatt most már nincs ott a WDF-nek a rangsorában. Ryan de Vriede viszont egyáltalán nincs ott a ranglistán, tavaly sem volt már ott. Az ő kvalifikációja az úgy jött össze, hogy Hollandiában Assenben elindult egy kvalifikációs versenyen, amit megnyert. Ugye, akik emlékeznek rá, Johnny Haynes volt a másik olyan játékos, aki egy ilyen kvalifikációs versenyről jutott ki, azt Angliában rendezték, a de Vriede pedig Assenben harcolta ki a részvételt. De Vriede is volt Pro Tour játékos, de az már azért elég régen volt, 2013-14-ben. Ugye most 29 éves, akkor olyan 21-22 éves volt, szóval egy picit megrekedt a karrierje, és ezt nem azért mondhatjuk, mert itt van ezen a világbajnokságon, hanem azért, mert az előző 4-5 évben komolyabb eredményt nem tudunk a neve mellé írni. Van Dongen bekezd. 177! Nem akármilyen kezdés. És de Vriede dobja utána. 180! Egészen jó kis alaphangot adnak ehhez a meccshez. Ha ez a szünet kellett hozzá, akkor legyen mindig. A 9-est azt le fogják szedni Van Dongen neve mellől. És akkor jöhet de Vriede. Alatta van most mindkettő. A leváltás sem sikerült, minden esetre azért leteszi magát 164-re. Van Dongennek is az a célja, hogy kiszállóra kerüljön, és ez így meg is fog történni. 83. Hát ezzel sikerült elszúrni a kiszállóját, nem hiányzott neki a szektorhiba. Ez csak 41. Második tripla már jó. És kellene még egy tripla, ott is van. 131-jel 32 a maradék Van Dongennél, viszont de Vriede befejezheti az első leget. Így már nem. 115. Neki pedig 8 marad, de az amerikai elrabolhatja az első leget. Dupla 8. Dupla 4. Nem csinálja meg. Jöhet de Vriede. Neki is folytatnia kell dupla kettő, de az már jó, úgyhogy a nyitó leget csak megnyeri a holland. Ja, de Vriede, mivel nem kiemelt játékos, ezért már bemutatkozott itt a világbajnokságon, és az első fordulóban az olasz Francesco Raschinit verte meg 2-1-re. Nem dobott túl jó átlagot egyébként, 73,23 század, egy darab 180, ami viszont azért figyelemre méltó, hogy egy 136-os kiszállóval zárta azt a mérkőzést, hát saját bevallása szerint sem volt élete játéka, de a győzelem meglett, és ez a nyitó meccsen egy darts világbajnokságon mindig különösen bonyolult, és most már azért nyugodtabban léphet oda. 140. Nézzük Van Dongen válaszát erre. Nincs túl erős válasza. És jól áll de Vriede hátsó pályán. Talán fölötte van. Így van, 60.
Van Dongennek a szüleit láttuk egyébként az előző képen. Édesapja és az édesanyja is elkísérte őt. Hollandiában élnek Van Dongen szülei, és sűrű meg is látogatja őket. Danny Beg is megtalálja a kamera a játékosokat és a családtagokat. Ugye láttuk az előző meccsen Ihász Veronikát is, és a magyar tábort. 120, egy Shanghai kellene. Még meg lehet. Az is alatta van. Úgyhogy Van Dongen dobhat a 96-ra. Azért a 100-as összejön. De az amerikai befejezheti a második leget. Így már azért nehéz lesz, de még jöhet. Nincs meg a tripla 17. Csak 38. Dupla 10 a break legért, megvan De Vriedének, 2-0. A hollandnak egyébként van világbajnoki tapasztalata, és nem csak a korábbi BDO világbajnokságról, hanem játszott a PDC világbajnokságon is, még 2015-ben. Pontosabban 2014-ben, ugye a 2015-ös világbajnokságon, és akkor Dave Chisnall verte 3-0-ás szett arányjal. De minden esetre bemutatkozhatott az Eli Pelliben. Úgyhogy hozzászokhatott már a nagy hangulathoz. Hát egyelőre azért itt a lakeside-i hangulat azt nem közelíti még meg. 85. Kellene Van Dongennek a tripla most már nagyon. Amilyen erősen kezdte az első leget, annyira visszaesett most. 57. A 9. dobásra megvan az első tripla ebben a legben Van Dongennek. De ez egy erős köre lehetne De Vriedének is. Így azért kevésbé, ott pedig már a Velszi zászló a háttérben, ugye Wayne Warren, a világbajnoki címvédő lesz majd a következő meccs főszereplője. Jó, a második tripla is. 140. Azért ezzel most egy kisebb előnybe kerül Van Dongen. Így meg főleg, mert ez csak 41. 143. Jó a tripla. Lent már nem. De ez még belefér Van Dongenbe. Van Dongennek. 52 marad. De Vriede maximum a nyomás teheti rá az amerikaira. Na azt azért rápakolja. 140. 52. Hoppá, az dupla lett. Kicsit számolni kell. Dupla 14, dupla 7. Komoly problémái vannak Van Dongennek a duplákkal. Az pedig egy szektorhiba. A 8-as volt a cél. Így ugye 37-ről kell játszani. Picit megzavarodott most De Vriede. Ez megvan, szektor közép, dupla 16. Elrontja. És akkor kap Van Dongen még 3 nyilat. Nem kerekít. És végül is jól tette, mert másodikra megdobja. Szépít. És ugye ez is egy hátsó pályás leg volt, úgyhogy Van Dongen visszajöhet ebbe a szedbe.
137-tel kezd. Nyolcvanöt a válasz. Kádár László a képen. Marosvásárhelyi játékos. Ugye eljutott a második fordulóba. Richard Venstra verte őt tegnap. 58. És ott van De Vriedének a tripla. 100. Nem volt rossz a második, és a harmadik nyila sem minimálisan ment fölé. 19-es szektoron kezd most De Vriede. Utána jól dobott vissza a 20-asra. 85. Kellene egy jó nagy kerekítő Fandongennek, mondjuk egy 180. Azzal le lehetne jönni 28-ra. 180! Meghallott a Fandongen. 85. És megvan elsőre a dupla 14, hogyha elkezdi jobban dobni a duplákat Fandongen, azért tömegben előrébb járt eddig is, döntőleg. 88-as átlaga van az amerikainak, 83-as De Vriedének. De ne felejtsük el, hogy a holland kezdhette az ötödik leget. 78. Jó az első tripla. A második is. Éppen félre megy a harmadik. 123. Azért ez rendben volt így is. 58. Ennek a tripla, hogy tartsa a lépést. Nincsen. 93. Újabb tripla, 93, 140 pontos előnye van most a hollandnak. Nem jön a 19-esen sem a tripla, a 18-ason már igen, visszadobja a 93-at. 97. Számol De Vriede, és a harmadikkal már ledobott a 19-eshez, ráadásul tripla lett, úgyhogy 129 maradt neki. Kell még a tripla a kiszállóhoz Fandongennek. Ó, a bull is nagyon szép. 57. 142 az első szettért. Nagyon-nagyon magas kiszálló. 127, 107. És nem jön a tripla. Egészen nyugodtan dobhat a 72-re De Vriede. Megvan a tripla, 16. Dupla 12 az első szettért, és megvan! Egy kicsit kiengedett 2-0 után, De Vriede, de a döntőleget azért csak behúzza, úgyhogy megvan a nyitó szett a hollandnak. Az átlagokkal kapcsolatban pedig elég jól állnak mindketten, 87 Fandongennek és 83 De Vriedének, ami azért rendben van. Ugye láttunk ma azért 90 fölötti átlagot, de összesen csak egyet Cameron Menzies-től. Egyébként 70 és 80 között dobtak a játékosok. Nem megyünk egy rövid szünetre, utána pedig következik a második és a harmadik szett.
Hát ez a kép nem az, amire vártunk. Sajnos továbbra sincs még meg a kép Firmly Greenből. Úgyhogy kicsit várni kell még mindig a folytatásra. És a játékosok is várnak egyébként, tehát még mindig ott tart a mérkőzés, hogy ugye De Vriede megnyerte az első szettet 3-2-vel, és itt berekesztették a történetet. Ugye amíg a TV közvetítés nem indul el, addig valószínűleg a játékosok sem jönnek vissza a színpadra, legalábbis most nagyon-nagyon így tűnik. Ugye a Wayne Warren sztorit befejezve nem kapta meg a pénzdíjának a nagy részét, és akkor Wayne Warren pedig úgy döntött, hogy ő pedig akkor megtartja a trófeát, amit hát elvileg vissza kellett volna adni a BDO-nak. Nem adta vissza, magánál tartotta, és végül ebből rendőrségi ügy lett. Kijöttek hozzá, gyereke otthon volt, amikor kijöttek hozzá, elvitték a kupát, és visszaadták a BDO-nak. Nem egy egyszerű történet. Ez pedig az élő kép, és már ott vannak Van Dongenék a tábla előtt. Egyébként még gyorsan a kupásztorit befejezve, elvileg a BDO-nak csak azért kellett az a kupa, mert a csődeljárásban amit csak lehet, az pénzé kell tenni. Úgyhogy jól jöhet a trófea is, éppen ezért hozta vissza a női címvédő Suzuki is magával Ázsiából a trófeát, és a BDO el is kérte tőle. Valószínűleg azt is. Hát, hogyha szükség lesz rá, akkor át fogják konvertálni fontá, és akkor egy picit tudják enyhíteni majd a veszteségeiket. Hát egy szomorú történet volt a BDO-é. Meglátjuk, hogy mennyire lesz majd szomorú Jules Van Dongené, ugyanis elveszítette az első szettet, a 11. kiemelt. Tényleg nem könnyű feladat most odaállni a táblához. Ugye ez egy újabb, hát 20 perc környéki várakozás volt. Ráadásul a közönség is egy picit emiatt azért leült, de hát itt kell menni tovább. 140, azért elég jó játékosokról van szó, akik meg tudják oldani ezt a feladatot. Jó a tripla lent. 96-os. Jöhet Van Dongen. Ugye a BBC játékosok, vagy akik abban a sorozatban hétről hétre versenyeznek, nagyon veszélyesek, mert hát játékban vannak. A WDF játékosokra azért ez annyira nem mondható el, nekik van egy speciális felkészülésük a nagyobb versenyekre, de egyébként az sem biztos, hogy naponta edzenek. A PDC játékosok viszont egészen biztosan 3-4 órát is dobnak naponta, és azért ez az előny itt mindenképp kijöhet. 2-15-ről De Vriede. És 110-ről Van Dongen. Oda kell bizony a tripla 17-es, és a dupla 20. Meg is van Van Dongennek. Egy 110-es kiszálló. Százassal kezd első pályáról De Vriede. Egyébként az amerikai játékossal kapcsolatban egy érdekesség, hogy még WDF meccset életében nem veszített el. Ez úgy lehet, hogy három amerikai versenyen indult 2021-ben, ebben a sorozatban Charlotte Open, Sherry Bomb International és Sea Coast Open, ezeket megnyerte, úgy, ahogy azt kell. És ugye itt van most a világbajnokságon, ahol ez az első meccse, ezen kívül egy darab versenye nincsen. Úgyhogy egy egész kis impozáns sorozat. Brian Rement láttuk az előbb. Ugye a belga az első kiemelt a versenyen, és tegnap egy parádés meccsen vert Johnny Haynes-t. Jared Cole lesz majd a következő ellenfele. Holnap jönnek majd egyébként az utolsó meccsre.
115. Nagyon erős leg, ez a második. 146-ról. Nincs most tripla nyomás alatt De Vriede. 58. De azért Van Dongen egy három triplással, vagy akár egy kettő triplással oda kerülhet. Picit kiáll a második dobásból, lehet megzavarták. 98, ezzel lejön 170-re. Bull, és dobnia kell rá De Vriedének, mert 170-en van az ellenfél. Na, látunk-e Big Fish-t? Egyelőre nem. Dupla 8. Még egy a dupla 8-ra. És nem tudja megcsinálni De Vriede, úgyhogy Van Dongen megkapja az esélyt, hogy ellopja ezt a leget. Megvan a tripla 14. És a dupla 16, az is! Elkezdte nagyon-nagyon jól dobni a duplákat Van Dongen. És sorozatban nyeri a legeket. Ugye az utolsó öt legből négyet is ő nyert. A háttérben Martin Adams, hát tulajdonképpen már mindenhol játékosok vagy családtagok ülnek. 57. De Vriede talált egy triplát. Nagyon szépen középre az első. 100. A végén egy százas lesz belőle. Két tripla is volt ebben a körben, de csak az egyiknek örülhetett a holland. 3.44-en Van Dongen. 60. És nincs triplája. Ez most egy lehetőség De Vriedének. Ott a tripla. 81. Kár azért az egyesért. 80. Van Dongen egyébként továbbra is 90 környéki átlagot dob. Kell még egy tripla a kiszállóhoz. Meg is van. 134, gyönyörű. De Vriedének elég egy is, azt megdobja. De ott a második is. 150. Jó a tripla. A második már nem. 14-esre akar dobni De Vriede. Tripla 18 a helyén. Sima 18. És a dupla 16. Ryan De Vriede szépít ebben a szedben, és azért nem engedi olyan könnyen. És most ugye a holland lehet majd első pályán. 60. Triplamentes kör mindkettejüktől. 57. Ott már megvan a tripla. Még egy. 140. Utána kell dobni a Van Dongennek, hogyha akar valamit ebben a legben. 57 után 60, az kevés lesz. Megvan harmadikra a tripla, 100. Az urat pedig minden nap látjuk, valószínűleg bérletet vett, ugye akinek ilyen
sárga, fekete, piros színű sapkája van. Tegnap Brian Remennek drukkolt borzasztóan, valószínűleg belga szurkoló. De Vriede 105, 96-ra kerekít. Ajaj. Igen, ez az a kép, amitől nagyon-nagyon félünk. Sajnos újra elveszítettük a jelet a Lakeside Country Clubbal. Ugye 96-on van De Vriede, 186-on Fandongen. Nyilvánvalóan ezt a szettet már le fogják dobni. Mindegy, hogy odaérünk-e vagy nem. De igyekszem beszámolni arról, hogy haladnak. De egyelőre az élő eredményjelző is kiakadt, úgyhogy lehet, hogy nem dobnak. Az mondjuk egészen érdekes, hogyha a legközben megállították őket. És amikor... De most 16-ra lement De Vriede, úgyhogy lesz három nyila arra, hogy kiegyenlítsen a negyedik legben. Na, Fandongen is megérkezett 52-re. De Vriedének nem jött össze a kiszállás, úgyhogy Fandongen dobhat a szettért. Csak gondolkozhatunk azon, hogy vajon a 12 dupla 20-at, vagy a 20 dupla 16-ot választotta. Elárulom, hogy a 12 dupla 20-at, és nem sikerült neki. De Vriede pedig újabb három nyírral a 16-ra, és az már megvan, úgyhogy 2-2 döntőleg a második szedben is. Addig ajánlom magunkat, ugye az eurosport.hu-n, és az Eurosport applikációjában lehet követni az eseményeket. Ugye az összes délutáni és esti szakaszt lehet követni, aki esetleg a tévé elé nem tud leülni, de egy mobiltelefonon is lehet az összes mérkőzést nézni, és az eurosport.hu-n pedig további híreket lehet olvasni, nem csak dárccal kapcsolatban, hanem többi sportággal kapcsolatban is, úgyhogy érdemes minket választani. Sőt, hogyha valaki kiválasztja a kedvenc sportágát, akkor értesítéseket is lehet kapni a telefonra, és akkor tényleg senki nem marad le a legfrissebb hírekről. Elkezdődött a döntőleg a második szedben. Fandongen egy 77-es, egy 100-as és egy 57-es, De Vriede 83-60-45. De most elmegyünk egy rövid szünetre, és mikor visszajövünk, akkor elárulom majd, hogy ki nyerte a második szettet. A második szettet De Vriede nyerte végül, ami azt jelenti, hogy megfordította a holland a második szettet 0-2-ről, és így a szettek tekintetében 2-0-ra vezet, közel van tehát a kieséshez Jus van Dongen. Ez pedig az élőkép egyébként, csak még a tábláról nem kapjuk meg a totált. Az első leget a harmadik szedben viszont az amerikai nyerte hátsó pályáról, és most járunk a harmadik szedben, a második legben. 2-27-nél van Fandongen, és 3-86-on De Vriede. Most már 2-46-on De Vriede egy 140-es után. Hát megkapunk egy kis eredményjelzőt oda le, ilyet se láttunk még. De ezt most elveszik tőlünk, úgyhogy addig akkor mondom, 136-ra került Fandongen egy 91-essel. Képen pedig ugye James Harrell, a világranglista vezető, aki hát elég nagy feszültségek után, de tovább jutott a belga John Desrumo ellen. Ugye ez is második fordulós mérkőzés volt,
És az ő ellenfele lesz majd egyébként a Fandongen de Vriede találkozó győztese. Az is egy elég erős kis párosítás lehet. 88-on Fandongen. Most már 40-en, de Vriede 102-ről visszabrékelhet. Az angol rangadón Kirsty Hutchinson 2-0-ra győzött Joe Clements ellen. Volt Clementsnek egy gyönyörű 100 feletti kiszállója, de ez sem volt elég. És Fandongen megnyerte a második leget is, úgyhogy 2-0-ra vezet a harmadik szedben, közel járt tehát az egyenlítéshez az amerikai. Nincs még lefutva ez a meccs. Alapból is Fandongen valamennyivel esélyesebb volt, és hát láttuk, a tömege az erősebb volt, még az átlaga most is jobb. Kiszállókkal gyűlt meg a baja. De hát ez benne van ebben a történetben. Egyébként de Vriede azon fiatal hollandok közé tartozik, akik hát attól várják most a fejlődésüket, hogy a WDF-ben kicsit előre kapaszkodnak, erőt nyernek, és utána visszamehetnek a PDC-be. Közben pedig azt az információt kapom, mert nem fogok jó hírt mondani, hogy sajnos úgy tűnik, hogy nem fogunk tudni visszakapcsolódni ebbe a mérkőzésbe. A szervezők most már nem vállalják azt be, hogy még egyszer meg legyen szakítva az élő dárc. Ugye azért a játékosoknak ez nagyon kellemetlen volt, hogy a közvetítésre kellett várniuk, és hát a program is elég csúnyán megcsúszott. Úgyhogy hát ennyi volt az élő dárc. De holnap ugye jövünk majd újra délután 2-kor és este 8-kor is, először az Eurosport 2-n, utána majd pedig az Eurosport 1-en. Úgyhogy a szokásos időpontokban várjuk Önöket, a mai technikai hibáért pedig szíves elnézésüket kérjük, hogyha lenne holnap majd ismétlés ezekről a meccsekről, akkor azon be fogunk számolni mindenképp a Facebook oldalunkon, úgyhogy emiatt érdemes lesz figyelni, aki szeretné a dárcot követni, az tudja majd, és akkor holnap délután 2-kor pedig folytatjuk majd. Ugye jönnek még a második fordulók, és a harmadik forduló is megkezdődik majd az esti programban. Úgyhogy én ezzel megköszönöm a figyelmüket, sajnos ez most ennyi volt. Holnap folytatjuk. Szegedi Kristófot hallották az Eurosporton, viszont hallásra, és jó éjszakát!